Elet Joseph Wagoner, Az örökkévaló szövetség, Isten ígérete Ábrahámnak és a világnak. Az evangélium üzenete. Amikor a betlehemi síkság alázatos pásztorait meglepte az Úr dicsőségének ragyogása, amely éjszaka fénylett körülöttük, miközben nyájukat őrizték, az Úr angyalának hangja ezekkel a szavakkal csendesítette le félelmüket. Ne féljetek, mert hirdetek néktek jó hírt, mely az egész népnek örömelészen, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Lukács 2:10-11. Az angyal üzenetét nagyon helyesen a következőképpen lehetne visszaadni. Elhozom az evangéliumot, ami nagy öröm lesz minden népnek. A pásztoroknak címzett üzenetből néhány fontos dolgot tanulhatunk meg. Elsősorban, hogy az evangélium üzenete örömöt hoz, mert az Isten országa igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Róma 14:17. Isten az öröm olajával kente fel Krisztust. Zsidók 1:9. És ő adja az örömnek kenetét a gyász helyett. Ézsaiás 61:3. Ez a bűntől való szabadulás üzenete. Onnan tudjuk, mert korábban ugyanaz az angyal a gyermek születéséről azt mondta Józsefnek: nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Máté 1:21. Ez olyan valami, ami minden emberre vonatkozik, mely az egész népnek szól, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16. Ezek a gondolatok elegendő bizonyosságot nyújtanak minden ember számára, de mintha megerősíteni szeretné azt a tényt, hogy az evangélium tekintetében a szegények ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint a gazdagok. Krisztus születése először az alacsony szociális helyzetű embereknek hirdettetett. A jó hírt először nem a nagy papokkal vagy írástudókkal ismertették, sem a gazdagokkal, hanem a pásztorokkal. Az evangélium tehát nem mutat túl az iskola nélküli emberek megértésén. Maga Krisztus is nagy szegénységben született és nőtt fel. Ő hirdette az evangéliumot a szegényeknek, és a nagy sokaság örömest hallgatja vala őt. Márk 12:37. Mivel hogy a nagy sokaság, a közönséges emberek, akik valójában az egész világ többségét alkotják, örömmel hallgatták őt, nem kétséges, hogy az evangélium üzenete az egész világé. Minden pogány vágya. Bár az evangélium először a szegényeknek hirdettetett, nem azt jelenti, hogy szűk vagy nemességtől mentes. Krisztus szegény lett értünk, hogy mi meggazdagodjunk. A nagy apostol, akit Isten kiválasztott, hogy elvigye az evangélium üzenetét a királyoknak és a föld nagyjainak, miközben remélte, hogy egyszer meglátogatja a világ fővárosát, azt mondta: nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Róma 1:16. Az egyetlen dolog, amit minden ember keres, a hatalom. Néhányan a gazdagsággal, mások politikai eszközökkel vagy a műveltségen keresztül, és mások egyéb különféle módokon. Azonban bármelyik utat is választják az emberek, a cél ugyanaz: egy bizonyos fajta hatalom. Minden ember szívében van egy nyugtalanság, egy teljesítetlen vágy, melyet maga Isten helyezett oda. Az őrült ambíció, amely hajt egyeseket, hogy mások felé kerüljenek, a gazdagság utáni szüntelen rohanás,
az örömök ördögi körébe való meggondolatlan belemerülés, mind hiába való próbálkozás, hogy kielégítsék ezt a vágyat. Isten nem helyezett az ember szívébe szomjúságot egyik után sem. Az a tény, hogy az ember keresi ezeket, valójában annak a vágynak a romlását jelenti, melyet az Isten az ember szívébe ültetett. Isten azt akarja, hogy az ember részesüljön az ő erejéből, de abból, amit az emberek általában keresnek, semmi sem adhatja ezt a hatalmat. Következésképpen ezek közül egyik sem nyújthat elégedettséget. Lehet, hogy az emberek egy célt tűznek ki, amikor azon gondolkodnak, mennyi gazdagságot gyűjtsenek a hiába való reményben, hogy elégedettek legyenek. Viszont amikor elérik a kitűzött célt, elégedetlenebbek, mint valaha. Aztán abban keresik az elégedettséget, hogy még több vagyont gyűjtenek, és nem veszik észre, hogy a szív vágyakozását soha nem lehet teljesíteni ezen az úton. Az, aki beültette ezt a vágyat, az egyetlen, aki képes kielégíteni azt. Isten Krisztusban nyilvánul meg, és Krisztus valóban minden nép vágya. Ageus 2.7. Bár olyan kevesen hiszik el, hogy csak ő benne van tökéletes megnyugvás és beteljesülés. Minden halandónak, akinek hiányzik a beteljesülés, szól a meghívás. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Zsoltár 34.8.9. Ó Isten, mi drága a te kegyelmességed! Az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban. Megitatod őket gyönyörűségeit folyóvizéből. Zsoltár 36.7.8. Ebben a világban az emberek hatalmat akarnak, és az Úr azt akarja, hogy hatalmuk legyen. De a hatalom, amit az emberek keresnek, csak rombolja őket, miközben Isten hatalma az a hatalom, amely megmenti az embert. Az evangélium minden embernek adja ezt a hatalmat, és ez nem kevesebb, mint Isten hatalma. Jézus Krisztus az Isten hatalma, 1 Korintus 1.24. Így csak ő benne elégülhetnek meg a szív kívánságai. Lássuk, milyen hatalom az a hatalom, amelyet ő ad nekünk. Mert ha egyszer megtudjuk, milyen ez a hatalom, meglátjuk az egész evangéliumot. Az evangélium ereje. A szeretett tanítvány látomásában, amely az Úr visszatérésének közvetlen idejéről szól, az evangélium üzenetét, amely felkészíti az embereket erre az eseményre, a következőképpen írja le. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Jelenések 14, 6-7. A fenti versekben egyértelműen rögzítve van, hogy az evangélium hirdetése Isten hirdetéséből áll, mint minden dolgok teremtőjéről, és az emberek hívásából, hogy imádják őt teremtőként. Ennek megértése megegyezik azzal, amit olvastam a Rómabeliekhez írott levélben, és pedig, hogy az evangélium Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére. Hogy milyen Isten hatalma, azt látni fogjuk később. Ott, ahol az apostol a pogányokról beszélve azt mondta. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nekik.
mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Róma 1:19-20. Ez azt jelenti, hogy a világ teremtése óta az emberek képesek voltak látni Isten örökkévaló hatalmát, és meg is látták volna azt, ha használták volna érzékeiket, mivel ez világosan meglátszik mindabban, amit ő teremtett. A teremtés bizonyítja Isten hatalmát. Tehát Isten hatalma olyan hatalom, amely teremt. Mivel az evangélium az Isten hatalma az üdvösségre, azt jelenti, hogy az evangélium a teremtő hatalom megnyilvánulása, amely kihozza az embereket a bűnből. De ugyanakkor azt is láttuk, hogy az evangélium a Krisztus általi üdvösségnek jó híre. Az evangélium a keresztre feszített Krisztus prédikálásából áll. Az apostol kijelenti, mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. 1 Korintus 1:17-18. Továbbá azt mondja, mi pedig Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. 1 Korintus 1:23-24. Ez az oka, amiért az apostol így nyilatkozik. Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással, avagy bölcsességgel hirdessem nektek az Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. 1 Korintus 2, 1-2. A megfeszített Krisztust prédikálni az Isten erejének prédikálását jelenti. Ezért az evangélium hirdetését jelenti, mert az evangélium az Isten hatalma. Ez a gondolat teljes összhangban van azzal a ténnyel, hogy az evangélium prédikálása Isten bemutatásából áll, mint teremtő, mert Isten hatalma teremtő hatalom, és Krisztus az, akiben minden dolog teremtetett. Senki sem prédikálhatja Krisztust anélkül, hogy teremtőnek mutassa be őt. Mindenkinek úgy kell tisztelnie a fiút, mint ahogyan tiszteli az atyát. Minden igehirdetés, amely nem emeli ki azt a tényt, hogy Jézus Krisztus minden dolog teremtője, nem az evangéliumot prédikálja. Teremtés és megváltás. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János 1:1-3-14. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Mindenek ő általa, és őre nézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Kolossé 1:16-17. Szenteljünk nagyobb figyelmet az utolsó szövegre, és nézzük meg, hogyan összpontosul Krisztusban a teremtés és a megváltás. A megelőző bibliaversekben olvassuk, hogy Isten
aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országában, kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata. Kolossé 1, 13, 14. Majd egy rövid megjegyzés után, hogy kicsoda Krisztus, az apostol elmondja, hogyan van megváltásunk az ő vére által. Íme a magyarázat. Minden ő általa lett. Az örökkévaló evangélium hirdetése Krisztus prédikálását jelenti, aki Isten teremtő ereje, az egyetlen hatalom, amely által lehetséges az üdvösség. A hatalom, amely által Krisztus megmenti az embert a bűntől, az a hatalom, amely által teremtette a világokat. Megváltásunk az ő vére által van. Ahhoz, hogy hirdessük a keresztet, hirdetnünk kell Isten hatalmát. Isten hatalma az a hatalom, amely teremt. Ezért Krisztus keresztjének prédikálásában teremtő erő van, hatalom, amely megvált minket. Bizonyára ez a hatalom minden ember számára elegendő. Nem csoda az apostol felkiáltása. Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében. Galata 6, 14. Isten titka. Egyesek számára talán új ez a gondolat, hogy a megváltás és a teremtés ugyanazon hatalom által van. De ez minden ember számára rejtély, és mindig rejtélynek kell maradnia. Maga az evangélium egy rejtély. Pál apostol akarta, hogy a testvérek imádkozzanak érte, hogy adassék neki hatalom az evangélium titkának ismertetéséhez. Efézus 6, 19. Máshol azt mondta, hogy Isten kegyelmének ajándéka szerint az evangélium szolgájává tétetett, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus kikutathatatlan gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi a rendje annak a titoknak, amely el volt rejtve örök időktől fogva Istenben, aki mindeneket teremtett. Efézus 3, 8, 9. Itt is látjuk, hogy az evangélium titka a teremtés titka. Ezt a titkot látomás útján kapta az apostol. Hogy hogyan adatott neki ez a látomás, kiderül Galácia belieknek írt levélből, ahol azt mondta: tudtotokra adom pedig, atyám fiai, hogy az evangéliumot, melyet én hirdettem, nem ember szerint való. Mert nem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Ahhoz, hogy még világosabbá tegye a dolgokat, így ír: de mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam egy emberrel sem. Galata 1, 11, 12, 15, 16. Foglaljuk össze az utolsó pontokat. 1. Az evangélium egy titok. 2. Egy titok, melyet Jézus Krisztus megismerésével ismerünk meg. 3. Jézus Krisztus nem csak felfedte Pálnak ezt a titkot, hanem megértette vele azáltal, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatta magát benne. Pálnak először meg kellett ismernie az evangéliumot, mielőtt tudta volna hirdetni másoknak, és megismerésének egyetlen módja, hogy Krisztus megnyilatkozott benne. Ezért a következtetés az, hogy az evangélium Jézus Krisztus kinyilatkoztatása az emberekben. Ezt a következtetést az apostol világosan kifejezi máshol is, ahol azt mondja, hogy az evangélium szolgája lett. Sáfássága szerint, amelyet nekem adott, tirátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét. Ama titkot, mely el van rejtve ősidők óta,
és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnélik, hogy a Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek a ma reménysége. Kolossé 1:25-27. Tehát teljesen biztosítva vagyunk, hogy az evangélium Krisztus megnyilatkozása az emberekben, az evangélium prédikálása pedig annak ismertetéséből áll, hogy Krisztus bennünk él. Ennek megértése összhangban van az angyal kijelentésével, hogy annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. Máté 1:23. Ugyanakkor összhangban van az apostol kijelentésével, mely szerint Isten titka a testben megjelent Isten. Jézus életének meg kell nyilvánulnia a halandó testben, amíg ő újra eljön. Amikor az angyalok a pásztorok tudomására hozták Jézus születését, nyilvánvalóvá vált, hogy Isten emberi testben jött az emberekhez. Amikor kijelentették, hogy ez a jó hír minden embernek szól, világossá tették, hogy Isten lakozása az emberi testben, az erről szóló titok hirdettetik minden embernek, és ez megismétlődik mindazokban, akik hisznek ő benne. Foglaljuk össze mindazt, amit eddig tanultunk. 1. Az evangélium Isten hatalma az üdvösséghez. Az üdvösség csak Isten ereje által lehetséges, és bárhol van jelen Isten hatalma, ott üdvösség van. 2. Krisztus Isten hatalma. 3. De Krisztus megváltása a kereszt által van, ezért Krisztus keresztje Isten hatalma. 4. Tehát az evangélium prédikálása Krisztus prédikálását jelenti, és pedig a keresztre feszített Krisztust. 5. Isten hatalma az a hatalom, amely mindent teremt. Ezért Krisztus prédikálása, és pedig a keresztre feszített Krisztus, az Isten teremtő erejének prédikálását jelenti az emberek megmentéséért. 6. Ez igaz, mert Krisztus minden dolog alkotója. 7. Nem is csak ennyi, hanem benne teremtetett minden. Ő a teremtés elsőszülöttje. Amikor megszületett, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van, Mikeás 5:2, virtuális módon minden dolgot megteremtett, mert minden teremtés benne van. Az anyag, amiből minden létrejött, és a hatalom, amely által megjelentek, Krisztusban voltak. Ez egy olyan rejtély leírása, amelyet csak isteni elme fogadhat magába. 8. Az evangélium titka az ember testében megnyilvánult Isten. Krisztus a földön, a velünk az Isten volt. Krisztus hitáltal az emberek szívében lakozva, az Isten egész teljessége bennünk. 9. Ez nem kevesebb, mint Isten teremtő energiája, amely Jézus Krisztus által az emberekben munkálja az üdvösséget. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. 2 Korintus 5:17. Mert az ő alkotása vagyunk. Teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Efézus 2:10. Ezekre utal az apostol, amikor azt mondja, hogy Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságának prédikálása azt jelenti, hogy látóvá tenni az embereket, és hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Efézus 3:9. Összefoglaló. A Szentírás következő része összefoglalja a rejtély
részleteit. Akik között forgolódtunk egykor mi és minnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatnak akaratát, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz, úgy nevezett, s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés. Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók. Reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok-e világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, ki egyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat. Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magába, békességet szerezvén, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést, és eljövén békességet hirdetett nektek, a távolvalóknak és a közelvalóknak, mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, kik fölépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Efézus 2:3-20. Emeljük ki a Biblia szakasz főbb pontjait. 1. Minden áldást Krisztusban kapunk meg. Aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, minekünk? Róma 8:32. 2. Ez az ajándék, amely által Krisztusban kapunk minden áldást, összhangban van azzal, hogy ő választott minket, ő benne a világ megalapítása előtt, hogy ő benne megszerezhessük a megszentelődést. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, ami Úrunk Jézus Krisztus által. 1 Tesalonika 5:9. 3. Ebben a választásban a számunkra megteremtett cél az volt, hogy fiak legyünk. 4. Ezért fogadott minket szerelmes fiában. 5. Szerelmes fiában van a megváltásunk, az ő vérén keresztül. 6. Mindez feltárja előttünk azt a rejtélyt, hogy amikor az idő betelik, ő egybegyűjti egyetlen egy házba, család vagy ház, a menny és a föld családja, mindent Jézus Krisztusban, mindent, amik a mennyben és a földön vannak. Ő egybegyűjti, ezt a görög szöveg is igazolja. És sokkal világosabb, amikor figyelembe vesszük az Isten házára utalást. Isten célja, hogy egyetlen családot hozol létre, amelynek feje Krisztus. 7.
Mindez Isten határozott terve lévén azt jelenti, hogy Krisztusban már örökséget szereztünk, mert Isten mindent megtesz annak érdekében, hogy megvalósítsa az ő akaratát. Az Úr az én osztályos részem és poharam, te támogatod az én sorsomat. Zsoltár 16:5. 8. Mindazok, akik hisznek Krisztusban, Szentlélekkel vannak elpecsételve, akit az ígéret szent lelkének nevez, mert ő az ígért örökség kezese. 9. A Szentlélek pecsétje annak a garanciája, hogy megkapjuk az örökséget. Ezt a zálogot, mint bizonyosságot kapjuk, mindaddig, amíg az Isten által megszerzettek megváltására kerül sor. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Efézus 4:30. 10. Azok, akiket a Szentlélek elpecsételt, ismerik az örökség dicsőségének gazdagságát, vagyis a jövőbeli örökség dicsőségének valósága már az övék a Szentlélek által. Láttuk, hogy az evangélium felfedi, hogy van egy örökség. Tulajdonképpen az evangélium titka valójában az öröklés birtoklása, mert benne megszereztük az örökséget. Lássuk, mit mond erről nekünk Róma 8. fejezete. Nem olvasom az összes verset, csak röviden összefoglalom. Azok, akik megkapták az ígéret szent lelkét, azok Isten fiai. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Róma 8:14. És ha gyermekek vagyunk, szükségszerűen örökösök vagyunk. Isten örökösei, mert Isten gyermekei vagyunk. Ha fiak vagyunk, elkerülhetetlenül Isten örökösei vagyunk, mert Krisztussal együtt örökösök vagyunk. Krisztus mindenek felett szeretné, hogy tudjuk, az Atya úgy szeretett minket, ahogy szerette őt. De mi öröklünk együtt Krisztussal? Minden teremtett dolgot, mert az Atya, aki tett mindennek örökösévé, Zsidók 1:2, azt mondta, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. Jelenések 21:7. Ez a tény le van írva Róma 8. fejezetében. Most Isten gyermekei vagyunk, de Isten gyermekeinek dicsősége még nem jelent meg. Krisztus az Isten fia volt, ennek ellenére a világ nem ismerte el. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. 1 János 3:1. Ha van szent lelkünk, akkor öröksége dicsőségének a gazdagsága a miénk, és a dicsőség a megfelelő időben megláthatik bennünk, olyan mértékben, amely messze felülmúlja a jelen összes szenvedését. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alávetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik, és nyög mind idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai. Mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. Róma 8:19-23. Az ember Isten fiaként lett megteremtve, de a bűn miatt a harag fia lett, sőt, Sátán fia, akire hallgatott, ahelyett, hogy Istenre hallgatott volna. De Isten kegyelméből Krisztusban azok, akik hisznek, Isten fiai lesznek, és megkapják a szent lelket. Ilyen módon el vannak pecsételve, mint örökösök, a megváltott világ szabadításáig, azaz az egész teremtés szabadításáig, akkor, amikor az Isten dicsősége meglátszik a fiakban. The Present Truth
1896. május 7.